Elbukott a minden eddiginél szigorúbbnak ígért francia bevándorlási törvény cikkeinek a harmada. Az alkotmány tanás döntése miatt elhúzódó politikai viták várhatók Franciaországban. Az alkotmány tanás döntése miatt elhúzódó politikai viták, tehát a Franciaországban. Amikor egyébként is feszült belpolitikai helyzetem van túl, Emmanuel Macron az évelején a kormányfőváltás volt. Január 9-e óta hivatalában minden idők legfiatalabb miniszterelnöke került, a 34 éves Gabriel Attal. Barna folytatja vendégével. Nagyon szépen köszönöm a vendégem, pedig Szajfó vezető kutató a Migráció Kutatóintézet munkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ahogy a kolléganő mondta valóban, a harmadát pontosan 86 cikkeiből 32-t érvénytelenítette a kilenc tagú francia alkotmánytanács, amit alkotmánybíróság, csak úgy hívják. Akkor viszont mi maradt ebből? Ez mire lesz jó? Emmanuel Macronnak a belügyminiszter ezt győzelemként értékelte, hiszen Igen, ami a Macron tömbhöz kötődik, azok a benyújtott javaslatok, azok átmentek az alkotmánytanács normakontrollján, szemben azokkal, amiket az ellenzéki republikánusok szerettek volna foganosítani. Nem, is, nem véletlen, hogy a republikánusok éppen ezért politikai elfogultsággal bírálják az alkotmánybírákat. A kérdésére válaszul, hogy mi maradt ebből a törvénycsomagból. Hát azt látjuk, hogy a legsúlyosabb dolgok, amelyek valóban változást hozhattak volna, és egyébként a republikánusok javaslatára hozhattak volna változást a bevándorlásban, azok kimentek belőle. Így például javasolták a Jusszolinak, tehát a születési jogon járó állampolgárságnak az eltörlését, hiszen eddig, aki külföldi szülőktől Francia földön született, az állampolgárságra volt jogosult, ez megszüntették volna, viszont ez továbbra is így marad a jövőben. Emellett például büntethetővé tették volna, 3750 euróval sújtották volna az illegális tartózkodást Franciaország területén, ez sem sikerült keresztül verni. Emellett egyébként számos pont van még, ami szigorított volna, így például az, az illegálisan Franciaországban tartózkodók a jövőben nem lettek volna jogosultak szükséglakásra, vagy ingyenes közlekedésre Párizs környékén, a jövőben minden marad a régiben. Azt mondta Emmanuel Macron francia elnök, aki második periódusát tehát tölti, mert még egyszer nem lehet államfővé választani, ugye a francia törvények szerint, hogy 2022-ben nagyon szigorú migrációs változtatást akar a törvényekben. Úgy tűnik, hogy ez nem sikerül. Mondhatjuk, hogy neki már itt ebben nincs veszteni valója, viszont a pártjának a parlamentben lehet. Tudjuk, hogy Emmanuel Macron pártja elsősorban Emmanuel Macron személye köré szerveződött, és mégiscsak egy centrista középutas pártról van szó. A pártot egyébként megosztotta ez a szigorú bevándorlás törvény. Ennek is köszönhető, hogy Emmanuel Macron az alkotmánybíróság, pontosabban az alkotmánytanács elé tárta ezt, éppen azért, hogy a centrista tömnek a bal szárnyát megnyugtassa. Most úgy néz ki, hogy ez valamelyest sikerült, de ugyanakkor tény és való, hogy a francia társadalomban egyre nagyobb feszültséget gerje ezt az illegális bevándorlás. Gondoljunk arra, hogy az országban 7, illetve 900 ezer közé tehető azoknak a száma, akik papírok nélkül vannak ott Franciaországban. Emmanuel Macron egyébként valóban szigorított, tehát most már sokkal kevesebben kapnak menekült státusz arányaiban, mint régebben, de tegyük hozzá, hogy több a jelentkező is, tehát tavaly, csak tavaly 145 ezeren adtak be menedékkérelmet Franciaországban, egyébként 48 ezer kérelmet hagytak jóvá, de ezek már az elmúlt éveknek az eredményei, tehát folyamatban lévő ügyek voltak javarészt. Azt látjuk ugyanakkor, hogy csak 17 ezer ember tudtak kitoloncolni, tehát ami kifejezetten problémát jelent Franciaországban, az az, hogy egyre többen vannak, akik érkeznek, eltűnnek a rendszerben, miután nem kapják meg a tartózkodási engedélyt, és egyre kevesebben vannak azok, akiket valóban el tudnak távolítani az országból, miután nem lennének, jogosultak a maradásra. Tudom, hogy a jövőbe látni nehéz dolog, jósol, igen, nehéz, pláne ha jövőre barátkozik néz bor, mondta annak idején, tűnődán tudós, hogy mit fog elszólni a nép, a francia nép, hiszen európai parlamenti választások lesznek ott is. Erről vannak felmérések már, hogy mit szól ehhez a nép. Azt látjuk, hogy a Macron tömbnek, illetve a republikánusoknak és a nemzeti tömörülésnek, tehát akik a fő kihívói, tehát a nemzeti tömörülés Emmanuel Macron centrista pártjának, ott jellemzően ilyen kétharmada, elfogadja ezt a, elfogadná a szigorított bevándorlási törvényt, ami jól mutatja a társadalmi elégedetlenséget. A baloldali frakcióknak hozzávetőleg 40%-a támogatóinak lenne az, aki ezt elfogadná, de ugyan akkor azt látjuk tehát, hogy a többség az támogatná a szigorítást, a szigorításnak a mikéntje miatt van vita, és valóban, ahogy ön is mondta, közeledik az Európa parlamenti választás Franciaországban, ahol a külpolitika az mindig is belpolitikának számít, a politikai és a társadalmi kultúra miatt. Előre látható, hogy nagyon súlyos viták lesznek, továbbra is a bevándorlás körül, és biztosra vehető, hogy a republikánusok, akiknek a beterjesztett cikkejeit cikkeljei, most el Kaszállta az Alkotmánytanács, ők ezeket egyéb törvényeken belül fogják megpróbálni érvényesíteni, tehát nagyon súlyos politikai viták várhatóak. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ez a téma lezárva pont messze nincs még itt a vége. Azt látjuk, hogy részben belpolitikai, részben külpolitikai okokból is, de számos politikai erő van, aki abban érdekelt, hogy ezt felszínen tartsa. Ugyanakkor a társadalmi támogatottság is megvan ehhez, hiszen az embereknek a többsége, mint a statisztikák mutatják, szigorítanának a bevándorlás politikán. Sósás el a kiváló francia ország szakértő, egyébként kollégánk is itt a közmédiában, ő mondta már többször, beszélgettek csak alkalmával, hogy érdekes a francia leosztás, mert ugye mégis csak az elnök kezében vannak a külpolitik és sok bombide, nagyon sok kérdés, és épp ezért már a francia elnököknél hagyománya valami nagyon jó, nagyon jól megy, ezt a francia elnökök szokták elvinni. Ha meg valami nem sül el túl jól, azt meg rákenik a miniszterelnökre. Hát most én nem akarok jósolni, de egy fia, éppen egy új fiatal miniszterelnök van, milyen fiatal még nem volt Franciaországban. Igen, hát Sorsester Petronellával csak egyetérteni lehet Franciaországgal kapcsolatos elemzéseiben. Ez, a tendencia látszik Emmanuel Macronnál is, aki egyébként külpolitikát tekintve kihasználva azt a fiajta nevezhetjük hatalmi vákumnak nevezhető állapotot, ami a német politika passzivitásával és a Brexit utáni brit távol léttel keletkezett az Európai Unión belül. Ezt próbálja kihasználni, ezt egyébként a külkapcsolatokban is látjuk, és valóban Emmanuel Macron már megteheti azt, hogy építgesse a szobrát? A Löpenféle, a Löpenféle párt már jelezte is a vezetőjük konkrétan, hogy Szerintük az alkotmánytanás Franciaországban politikai döntést hozott, nem szakmait. De persze ezt ő mondta. A kilenc Tagú Alkotmánytanácsnak a tagjairól jellemzően tudni lehet, hogy inkább balfele húznak. Ugyanakkor természetesen nem lehet őket megvádolni azzal, hogy alkotmányellenes döntéseket hozzanak, de természetesen az jog, a jogszabályok azok teret adnak az értelmezésre, és itt természetesen képbe kerül az, hogy egy alkotmány bíra, milyen irányba húz. Tehát a francia a Nemzeti Frontnak, illetve most már új nevén a nemzeti törmörülés szempontjából teljesen jogosnak tűnik ez a megállapítás még hogyha nem is ilyen drasztikus formában, ahogy ők mondják. Végszóra már említette, hogy melyek voltak azok a pontok, amelyek kikerültek, körülték őket. Azt mondja, hogy a, a bevándorlóknak járó szociális jutatásoknak öt éves állandó tartózkodáshoz kötését a családegyesítésen keresztül történő bevándorlás szigorítását is törölték, ezt pedig annak idején a tüntetéseken a francia állampolgárok kifejezetten kérték, akik megszólaltattak a tüntetésekre, hogy ne járjon azonnal a szociális utat, csak mutassák meg, hogy mit tudnak. Így van, itt ezek megosztó kérdések. A másik ön által említett példa a családi, a családi, hovatart, a családi hozzátartozás, a hozzátartozók családegyesítési kérelmei pedig különösen nagy számú embert érintenek. Tavaly 91 ezer ember kapta meg ilyen jogon a tartózkodási engedélyt Franciaországban, és a családegyesítések kifejezetten azok a, azt a kategóriát jelentik, ahol nem lehet tud a francia állam válogatni, hogy gazdaságilag hasznos vagy gazdaságilag haszontalan emberekről van szó. És valóban itt olyan pontokat kaszált el az alkotmánytanács, amiknek a megszavazása egyébként népszerű lett volna a franciák. Szajformának nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.